Sziasztok srácok, Szeref vagyok. Ez itt egy újabb Full Day of Eating. A jelenlegi étrendemet fogom bemutatni nektek, úgy bizony, de a reggelim mutatom is. Nagyon bonyolult. 3 darab tojás férje, 2 darab egész tojás, az pedig 50 g zab. Be van rakva a mikróba. 3 percre főforrósodik, rakok bele 3 tojásfehérjét, azt összekeverem, aztán megint berakom a mikróba, a tetejét megszorod egy kis fának a héjával, és ennyi. Ez itt a reggeli, karbohidrát esz meg, fehérje, meg zsíradék, ez itt a kardió utáni kajám. Délután megyünk karcsibácsizni, ilyenekre fogunk tréningezni, és mutatom, hogy mit fogok még enni a nap folyamán. Lesz csíke, lesz rizs, lesz zöldség, meg mindenféle rottyiság, amit egyáltalán nem szeretek, de meg kell enni, mert különben úgy néznék ki, mint egy telibre szart buvárruha. Legközelebb találkozunk, vagyis a következő jelenetben. Az egyik étkezés alapjai. Hogy ez így az a kurs. Sokszor mondtátok, srácok, hogy mutassak recepteket, hogy hogyan tegyük ehetőbbé a csirkét. Megmutatom a kedvenc fűszerezésemet. Így néz ki. Fokhagyma van rajta, petrezselyem, himalájasú és ilyen fokhagymás paprikás fűszerkeverék. A rizsre pedig mindig rakok sót, illetve kaprot. Rászoktam a kaporra mostanában, mert ez nagyon feldobja a kaját. Soha az életemben nem láttam sehol kaprosist. Egyszer életem kipróbáltam, és azóta ezt nyomatom. Csípős szósznak meg mostanában ezt szoktam tolni. Piri-piri, mert 100 ml-ben van 13 kalória, és ez egész üveg 195 ml, szóval nincs benne 30 kalória az egész üvegbe, és nem eszel meg belőle 100 ml egyszerre. Szóval így fog kinézni a következő pár kaján, meg ugye a mikróban ott párolódik a zöldbab. Az edzés előtti teljes kérdési tortilla, meg tofu, meg ilyen gazak. Látjátok? Mit mondasz, jó véleményed? Asszony is diétázik. Geci menők leszünk. Piri-piri csirke, ahogy mondtam, ez a következő kaja. Aztán a vacsora pedig egy kis marha. Hú, de jó lesz. Marha jó. Úgy bizony. Itt nézzetek. Itt láthatjátok, srácok, hogy hazudtam nektek, a vacsora nem marha lett, hanem 50 g zab. Ez annak köszönhető, hogy a fehérjén már így is 200 g fölött volt, úgyhogy ettem szénhidrátot, mert az meg nagyon low volt. Látjátok, itt a napi kajám. Ami jelenleg változatlan, annyit kell tudnotok az étrendem változásáról heti szinten, hogy hétfőtől szerdáig csökkentem a szénhidrátot, a hétfő a magas szénhidrátos nap, 200 g-ot eszek. Kedden 150 durván, szerdán 50 és 100 g közé helyezem csütörtökön. Nem szoktam enni szénhidrátot, akkor van a zöldségek napja, úgy bizony, de dobtálom őket. Pénteken pedig ilyen moderált 100 g-os durván, mert szombaton úgyis tölteni fogok egy kis teljes testes edzéshez. Vasárnap pedig a szokásos cheat day. Így néz ki a hetem. Annyiban tud még változni, hogy a húsokat cserélem, tehát csirke helyett pulyka, rizs helyett bulgur például, meg mondjuk szoktam vacsorára marhát enni, mert kurva jó és feldobja a napomat, ha már halál ki vagyok. Egy jó kis steaket nem lehet lenyomni szerintem semmivel.
Ha tetszett a videó, srácok, akkor csiratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, illetve írjátok meg kommentban, hogy szeretnétek-e még látni hasonló étrendeket. A következő videókban tervezek majd mutatni nektek még pár receptet, ahogy szoktam menni dolgokat, hogy feldobjam a kajámat, amitől nem lesz egyáltalán hízlalóbb az étel, csak ehetőbb. Örülök, hogy velem tartottatok, sziasztok!